Köszöntünk mindenkit ezen a jeles napon, amikor körülbelül 11-12 év után itt újra járművek koptathatják a pályát. A Kisvasutak Baráti Köre Egyesület szervezi itt a pályatakarítást, pályafelújítást, illetve itt a kiállításnak az anyagát itt mi rendszerezzük. Itt az a nevezetesség, hogy itt mindenki önkéntes, és mindenki a szabad idejébe szánja rá. Szia, Levi! Az idejét, hogy itt ezt a kisvasutat valahogy megmentsük a pusztulástól. Ugye itt sajnos a pálya nagyon el volt hanyagolva, ebből jelenleg innen Dombrádról kiindulva körülbelül 2 kilométert tudtunk járhatóvá tenni. Egy útátjáró miatt sajnos csak a tüzépig tudunk menni, mert ott kiugranak a járművek, úgyhogy ma egyelőre odáig lesz közlekedés. Utána, ha minden összejön, egy-két éven belül Tiszatelekig el tudunk jutni. Vannak kisebb pályahibák, de igyekszünk ezt orvosolni, és a közlekedés hatósági jóváhagyásra is fog majd várni. Ez most csak egy ilyen rendkívüli esemény. Polgármester úr is mondaná egy pár szót a vasúcsokat. Nem így öltözök. Én csak szeretném megköszönni az Egyesületnek ezt a tényleg állhatatos munkát, mert az elején, amikor idejöttek, azt mondta az ember, hogy én egy pár fiatal srác, és akkor el lesznek itt, de tényleg minden héten, hogyha látja az ember, hogy amit tudunk, segítünk, szorgalmasan takarítják, újítják, igaz, hogy tényleg mindenféle szerveződés nélkül, mert van pénz, azt szokták mondani, pénzzel mindenki tud vásárolni, de pénz nélkül már nem olyan egyszerű feladat, és abban bízok, hogy pont ez most a egyik projekt ötletünk, hogyha Péterék ezt a részt megcsinálják, akkor van egy Tiszapartunk, hogy a kettőt kéne összehozni, hogy már a lakóhajózás beindult Dombrádon, hogy a turista, amikor megérkezik Dombrádra, tudjon valami olyan látványosságot látni, amit ne kellene elmenni érte Debrecenből, ami működik a Kispiroska, vagy akármilyen, akkor tényleg a Tiszaparton biciklivel kijön. Itt van egy üzemeltető, mint ahogy elmondták ők is, hogy a Bőzsünnyel. Igen. Kemencerdei Múzeumot, hogy összehozni tényleg egy olyan attrakciót, ami hogy legyen értelme Dombrádra jönni, mert elmondhatjuk, hogy Dombrád szép, élhető település, de olyasmit kellene, amit itt 50-100 kilométeres körzetben nem tudunk, és én tényleg csak gratulálni tudok a tervezőknek az aktivitásért, amit elkövetkezik a végülésnek. Sok sikert a mai napra, amikor ez véget ért, mindenkit várunk a városnapunkra. Köszönöm szépen! Köszönjük. Hadd köszöntsem én is Önöket szeretettel itt a Dombrádi Kisvasutas és Hajtányos napon. Én Bodrogközi Gábor vagyok, a már emlegetett Kisvasutak Baráti Köre Egyesület egyik elnökségi tagja. Nem csak azért dobtak föl most ide, mert állítólag én jól tudok dumálni. Bocsánat, ha sokat dumálok, tényleg tudok dumálni. De én hadd méltassam az előttem szólókat, Péter és polgármester urat, mindenképpen meg kell említeni, hogy Péter, Tátrai Péter a nyírvidéki szakcsoportunknak az alapítója és alapító atya és lelke, aki tulajdonképpen mozgatja a csapatot és fejébe vette, hogy 10-10 keresztül, ugye 2009-ben leállt forgalom nyírvidéki kisvasútba, bizony ezt nem szabad pusztulni hagyni, életet kell belé lehelni, és hát nyilván kicsiben kell elkezdeni, és fejébe vette, és aztán polgármester úrban is támogatóra és segítőre talált ebben, hogy itt Dombrádon, ugye a kisvasút egyik vonalának a végállomásán, ugye ahol rendelkezésre állnak az ingatlanok, tehát a fűtőház és a vasútállomás épülete, valamint ugye már korábban ugye tudják, hogy Dombrád mindig is egy vasút szerető település volt. Előző polgármester úr is szívén viselte a sorsát, ugye mögöttük látható a korábbi járművekből álló kiállítás, tehát nem véletlenül kezdte itt Péter a szervező és a pályakészítő tevékenységet.
és ennek a, ez a tevékenység tulajdonképpen a héten már megerősítést is nyert, tehát elkészült és megkötésre került a MÁV ZRT-vel, aki ugye a kisvasút korábbi üzemeltetője volt, az a megállapodás, ami alapján itt már nem gerilla tevékenység történik, hanem egy valós, tehát az egyesületünk, és konkrétan az Egyesület Nyírvidéki Szakcsoportja átvette üzemeltetésre a Péter által említett Dombrád Tiszatelek szakaszt, hogy itt egy turisztikai hajtánypályát, illetve a hajtány üzemeltetést bonyolítson le. Ugye főleg ezekkel a, mint látják, amin a gyerekek is ülnek, ezekkel a kézi hajtányokkal, illetve később motoros, illetve nem csak később, mert már itt van motoros hajtány is. Ez egyébként egy egészen új tevékenység, ugye Magyarországon még példa nélkül álló, hogy egy korábban fölhagyott vasúti pályán, akár kisvasúton, akár nagyvasúton ilyen turisztikai célra hajtányozni lehessen. De tőlünk nem olyan messze, Burgenlandban már van erre példa, Németországban, Egyesült Államokban már van erre példa, és remélhetőleg nálunk is már beindul. Egyébként már emellett két másik hasonló ilyen hajtányos projekt is beindulás előtt áll. A másik Mávos kisvasúton, 2009-ben leállt Mávos kisvasúton Kecskeméten, egészen pontosan Bugacon, és a valamikori Tömörkényi Halvasút pályáján, a Délalföldön a Csajtó hallgatása, a Csajtami hallgatása. Úgyhogy remélhetőleg előbb ma is tudunk persze hajtányozni, de ahogy Péter is említette, remélhetőleg nem sokára már akár Tiszatelekig is, akik a kb. 10 km hosszúságban tudunk majd hajtányozni, és hát remélhetőleg nem csak mi, akik most itt vagyunk, természetesen ez nagyon fontos, hanem egyre többen kedvet kapnak majd ehhez, és akár messzebből is érkeznek. És az, amit polgármester úr említett, abba szintén bele kell kapaszkodjak egy kicsit, hogy igazából ez a cél, és az állami partnerek, az Aktív Magyarországért felelős kormánybiztos, ugye Révész Máriusz csapata, és ebben érdekel, hogy komplex szemléletet vigyünk a turizmusba, tehát több turisztikai attrakciót kössünk össze, és itt Dombrádon a polgármester úr említette, hogy a lakóhajózás is egy nagyon jó dolog, illetve a kerékpáros turizmus. Van távlati tervekben persze szerepel az is, hogy akár most kerül majd a pályát felújítani, akár a másik vonal végpontjáig Dombrádig, ami szint nem Dombrádig, bocsánat, Balsáig hajtányozzunk, és akár meg lehessen valósítani egy többnapos túrát is, úgy, hogy összekötni mondjuk a tiszai evezéssel, kajakozással, akár úgy, hogy egyik nap vonatozás, hajtányozás, másik nap pedig evezés legyen a program. És ebben, miért is állok én itt, és ebben szeretne minél többet tenni egyesületünk, a Kisvasutak Baráti Köre Egyesület, ami ugye 1996-ban, 94-ben alakult, és 2000 óta üzemelteti, ahogy az már elhangzott, a Börzsöny-hegységben a korábban az erdészet által fölhagyott, és aztán az árvízben elpusztult Kemencei Erdélyi Múzeum vasutat. Az elmúlt 20 év alatt, mióta csináljuk, Kemence tulajdonképpen a kisebb forgalmú hazai kisvasutak élmezőnyébe emelkedett, mint forgalom, mint vonatszám tekintetében, és erre büszkék vagyunk, és ezért is nagyon örültünk annak, amikor Péter megkeresett minket, hogy tulajdonképpen ezt a lelkesedést, ezt az amatőr vasútbarátságot és a vasútért tenni akarást exportálhatjuk Pest megyéből, ide Szabolcs megyébe is, illetve hát nagyon exportálni nem kellett, hiszen Péter és csapata, ők helybéliek, tehát nyilván nem Pestről vagy a Pest megyéből járnak ide, hanem ők helyiek, és szeretnének azért tenni, hogy a helyi értékei Szabolcs megye és Dombrád értékei megmentésre kerüljenek. Köszönöm szépen a figyelmüket, nem is szaporítanám a tovább a szót, jó szórakozást kívánok a mai program. Így jó lesz!
Hát hátrafele is lehet vele menni. Én már nem tudom. Azt mondja, most én hátra akarom. Tolták téged. Hát igen, az egész szerelvénnyel kell tolatni. Hol a másik mozgány? Bevitte a kis srác. Ja. A kicserélte. Hogy a kellnek orkóra egy ilyen. Úgy befázd, akkor fogasd meg, látod? Úgy, túl, tól, tele üregét, túl. Na, most keresztül. Megakad. Hát várjál, most ilyen, hogyha elfordul keresztbe, akkor a vágásnál, ha belefeszül, a vágásnál beletesülik. Úgy bizony. Úgy csak, Az a baj, már egy videóra húzta. Meg kell húzni ezt a helyeséget. Hogyha viszi, akkor együtt vigye. Mert a praxis úgy törik el, amikor a vágásba keresztbe feszül. Igen. Látja feszül. Annak már ez valamennyire belekapott, úgy én nem mondani fog. Az a baj, hogy már nem tudok kimoltulni, ha ugrál megy a végé, akkor már... Igen, hát igen, akkor belefeszül, tehát. Várjál. Most? Hol van a késő? Nap végére el lesz ez vágva. Nem, hát az lenne jó, az most egy tiszta stabil lenne. Valahol lerögzítve, mert ez az emelgetik fel. Gyere, nem sok van, még jövő, hogy fáradt leesik az a végig. Félig megvan. A flex a gyengéknek való. És megvan. Sietett haza. Hátra egy picit! Jó, jó, jó!
Az képesünk van. Megmutassam? Váltófutás. Nem nyomok bele a micsodákra, hogy a videóba. Már késő, de hát most nem tudom is el, hát a váltót állítani kell. Hát most nem tudsz láthatatlan lenni. Nem.
hallgatóval mennek ki, meg már gyaráért. Dehogy nem, nincs lehetetlen. Fogd meg a södöm. Sír nélkül, fogd meg a södöm. Ez volt a búcsúkör.